Zsúfolásig megtelt a hévízi muzeális gyűjtemény hétfő este, amikor a kimagasló teljesítményeket díjazták a hévízi hungarikumok napján. Különböző kategóriákban tartja nyilván a helyi értéktár bizottság a hévízi kiválóságokat, melyeket most ismét elismerő oklevéllel díjaztak. Több ízben kiadott a bizottság egy kis kiadványt, amiben megtekinthetőek a helyi értékek, hogy mik ezek. De nagyon sok helyen találkozhatunk a városban azokkal az oklevelekkel, amiket ilyenkor a bizottság átad, mert hogy ezt hát nyilván mindenki nagy szeretettel és büszkeséggel helyezi el az épületének a falain. A programot a Muzika Antiqua Régi Zene Együttes ifjúsági tagozatának műsora és kiállítás megnyitók színesítették. A kiállításokat Sebők András, városunk díszpolgára nyitotta meg. Az oklevelek átadása szép és meghitt pillanatokat tartogatott az estre érkezők számára. A díjazottak között van Cenc Ágnes, aki 1956-ban kezdte óvónői munkáját. 1975-ben került Hévízre, ahol az újonnan megépült óvoda vezetője lett. Több mint 30 éve tagja a Helikon kórusnak, számos szakmai díj és kitüntetés tulajdonosa. A legmagasabb szakmai elismerést, a Brunswick Teréz díjat 2012-ben vehette át. Hévízváros díszpolgári cím birtokosa. A legnagyobb öröm az a gyerekek voltak, és az, hogy most, ha találkozom az utcán velük, akkor mind óvónéni, és akkor rögtön beszélgetünk, vagy ott folytatjuk, ahol abba hagytuk régen. Vértesaljai Antalné is átvehette oklevelét az est folyamán, aki 1968-ban részt vett a díszítő művészeti szakkör megalakításában, melynek vezetését is vállalta. Célul tűzte ki, hogy a csoport tagjai tiszta forrásból meríthessenek, megőrizve az eredeti népi hagyományt, hogy a hímzés szépségét a jövőnek átadhassák. A népi iparművész cím birtokosa, magyar örökség díjas. Nagy boldogság töltött el, hogy az értéktárban nevem is szerepelt. 53 éve évig vezettem a hévízi díszítőművészeti szakkört, és barátságban, békességben a hazánk népi hímzéseit tanulmányozva, átvéve vezettem ezt a kört. Mindig békességgel, szeretettel, egymás iránt figyelmessel viselkedtünk, bejártuk hazánk minden táját, a népi hímzésekre vonatkozóan. Az estet szép dalokkal, közös fotókkal és meghitt beszélgetésekkel zárták díjazottak és tisztelőik.